A feltámadásról lesz szó. There's not a better subject in the Bible. Ennél jobb téma nincs is a Bibliában. Than the resurrection. Mint a feltámadás. And so let's read verses 3 through 5. Hármastól az ötös versig. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Az is jó. To an inheritance incorruptible, undefiled, that does not fade away, reserved in heaven for you who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Let me break this into an outline for us. Akkor ezt hadd osztam fel a magunk számára. Peter gives just it's a word of praise, thanksgiving to God. Ez Péter szájából egy hálaadás. He's giving thanks to God who, because of his abundant mercy, we have been born again to a living hope. Hálát ad Istennek az ő hatalmas irgalmáért, kegyelmért, hogy új reménységre újjászült bennünket. We can be born again because of his mercy. Újjászülethetünk az ő irgalma miatt. And in this new life we have a living hope. És az új életünkben élő reménységünk van. This new life and living hope are possible through the resurrection of Jesus Christ. Az új életünk és az élő reménységünk Jézus Krisztus feltámadása miatt lehetséges. This new life and living hope possible through the resurrection of Jesus Christ also contains a new inheritance. Tehát az új életünk és az élő reménységünk Jézus Krisztusban mellesleg tartogat számunkra egy új örökséget is. And that inheritance is good. És ez az örökség nagyon jó. We'll talk about that in a moment. Erről is mindjárt lesz szó. Peter here says that we are born again by his abundant mercy. Azt mondja, his great mercy. Péter, hogy az ő hatalmas, mérhetetlen nagy irgalma miatt van új életünk. The Bible speaks about his mercies being new every morning. Az ige beszél nekünk arról, hogy Isten irgalma minden reggel megújul. Now when you go to bed angry, amikor mérgesen, haraggal a szívedben fekszel le este, how do you wake up? Hogyan kelsz fel reggel? New mercies? Új irgalmakat is felismerve? Or old bitterness? Vagy régi keserűséget hordozva? Most of us wake up still angry. Legtöbben ugyanúgy haraggal ébredünk. And it is very difficult for us to comprehend a God who has new mercies every day. És nehéz számunkra felfogni egy olyan Istent, akinek számunkra minden reggel új irgalom van a szívében. And very quickly in your Christian faith you should understand that God is not like you and I. És nagyon hamar a keresztény életedben fel kell, hogy ezt ismert, hogy Isten nem olyan, mint te vagy én. He is completely different. Ő teljesen másmilyen. Where we cannot forgive, God does. Ahol mi nem tudunk megbocsátani, Isten tud. His mercies are new every morning. Az ő irgalma megújul minden reggel. Great is his faithfulness, the Bible says. Nagy az ő hűsége, ezt mondja az ige. His mercy is abundant, there is no limit. És végtelen az ő irgalma, nincsen határa. His mercy is great in quantity. Tehát az irgalma nagy mennyiségileg. Paul in the book of Romans says, where sin abounds, grace does more abound. A Pál azt írja a római levélben, hogy ahol a bűn megnövekedik, ott a kegyelem is jó, még inkább kiárad. We have this tendency to think that when we sin and when we come to God, azt hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy amikor mi vétkezünk és oda megyünk Istenhez, oh God, please forgive me, és azt mondjuk, hogy ja Istenem, kérlek, bocsáss meg, God responds like this. Akkor Isten így válaszol. Húha. Hát, jó. As if he's got a very limited supply of mercy available. Mint hogyha egy nagyon pici kis mennyiségű irgalom lenne, amiből gazdálkodnia kell. And he's very reticent to give some to you. És igazából nagyon vonakodva ad számodra ebből. And so when you ask for forgiveness, God has to think about it. És ezért, amikor te kérnél irgalmat, kegyelmet, akkor Istennek ezt nagyon meg kell gondolnia. But Peter says that we have been born again because of his abundant, his mercy that has no limit in quantity.
Tehát azt mondja az ige, hogy azért lehet új életünk, és azért születtünk újjá, mert hatalmas az ő irgalma, bővölködő. God is not limited in mercy. Isten nem behatárolt az irgalmával, az irgalmában. God never says, "I'm sorry, I don't have any more today." Soha nem hallasz majd olyat, hogy hát sajnálom, ma már nincs több. That's difficult for you and I to understand, a God who is limitless like that. És számunkra nehéz ezt felfogni, ezt a végtelen határokat nem ismerő Istent. Because no matter how spiritual you are, you reach a point where you say, "Nope, I cannot forgive anymore." Mert bármennyire is lelki ember vagy, te is eljutsz egy olyan pontra, amikor már azt mondod valamire, hogy ezt most már nem bírom elviselni, vagy nem tudom megbocsátani. God never reaches that point. Isten számára nincsen ilyen pont. His mercy knows no limits. Az ő irgalma nem ismer határokat. Great mercy. Hatalmas az ő irgalma. But it is not only great in its quantity, but it's great in its quality. De nem csak mennyiségében nagy ez az irgalom, hanem minőségében is. It is a mercy that is able to save. Ez olyan irgalom, ami képes megmenteni. Jesus would say in the Gospel of John to a woman caught in the very act of adultery. Jézus azt mondja János evangéliumában az a házasságtörő asszonynak, akit épp rajta kapnak. Again, let's remind ourselves in John chapter 8. We are told that she is caught in the very act. Tehát a János 8-ban ezt olvassuk, hogy pont a házasságtörés cselekménye közepette kapják őt el. Of course, we could discuss, isn't it ironic, if she was caught in the act, why is only she on trial? Where's the dude? Where's the homeboy? Jogos a kérdés, hogy olvassuk az igét, akkor ott a hölgy, de hol a fickó? Tehát miért róla miért nincs szó? And girls, you can think about that some more, but let's move on. Lányok, ti még ezen morfondírozzatok, mi tovább megyünk. Why? Miért? Well, you know what? That woman was blessed that day. Tudjátok, az az asszony nagyon áldott lett aznap. As she probably, you know, hovered in the middle of this accusatory group with just a blanket on her. És lehet, hogy ez a nő, aki összekuporodott egy pokróccal magán, ahogy ez a nagy tömeg, aki vádolta őt, körbeállta. As she cringed at every accusation. Ahogy összerándult az arca minden egyes vádra, amit rászórtak. Men who just reviled her, olyan hated her. Férfiak, akik undorodtak tőle, gyűlölték őt. It didn't take long before they were all gone. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy mindegyik ők eltűnjön. And in that moment there was a more terrifying prospect. She's alone with Jesus. És akkor egy még rémisztőbb helyzet áll fenn, hogy ott van ő egyedül, és csak Jézus van vele. And when you don't know the character of God, that could be a scary place. És hogyha nem ismered Isten jellemét, akkor ez egy nagyon ijesztő helyzet lehet. I'm alone with God. Hogy egyedül ott vagyok Istennel. He's perfect and I am not. Ő tökéletes, én viszont nem. Surely he's angry. Biztos, hogy nagyon mérges. What could I say? Forgive me? What do those words even mean? Mit mondhatnék, hogy bocsánat? Ezek mit is jelentenek ezek a szavak? But Jesus said to her, go and sin no more. De Jézus annyit mond csak neki, hogy menj és ne vétkezz többé. What enabled him to say those words? Mi tette Jézust képessé, hogy ilyeneket mondjon, ezeket a szavakat mondja? Was it that Jesus is soft on sin? Az az oka, hogy Jézus nagyon puhán kezeli, és ilyen kesztyűs kézzel a bűnt. Oh, it's not that big of a deal. Hogy hát nem olyan nagy dolog ez. No. Nem. The opposite. Pont az ellenkezője. Jesus could speak words of mercy. Jézus az irgalom szavait tudta szólni. Because he knew that he was going to the cross. Mert tudta, hogy a keresztre fog menni. You see, words of mercy and grace flow out of Jesus's mouth because he has paid for those sins. Az ő szájából az irgalom és a kegyelem szavai áradnak, mert ő kifizeti az árat azokért a bűnökért. The mercy of God is great in its quantity, but great in its quality. Isten irgalma, kegyelme hatalmas a mennyiségében és a minőségében. You will not outsin God's grace. Te nem tudsz többet vétkezni, mint amilyen nagy Isten kegyelme. Now do me a favor, don't try. De azért legyetek olyan kedvesek, ezt nem kipróbálni. But if you did, you couldn't. De ha megpróbálnád, nem tudnád. And some of you have tried. És lehet, hogy vannak köztetek, akik próbálták. You don't have to shake your head, you don't nem have to raise your hand. Nem kell felemelned a kezedet.
But you've tried. You could say here, you would stand up and say, I'm a testimony. I sinned great, but God's mercy is great. Felállhatnál esetleg majd egyszer, és mondhatnád, igen, én tudom, mert nagyon sokat vétkeztem, de Isten kegyelme nagyobb, és bizonyság vagy erről. Because of his great mercy, you are born again. És az ő hatalmas irgalma miatt újjászülettél. New life. Új életed van. That new life contains a living hope. És az új életben ott van ez az élő reménység is. And it is quite a living hope. És ez tényleg nagyon is élő, ez Now, a reménység. What does that even mean, a living hope? I'm just happy with hope. I don't know about you. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én nekem már tetszik maga a reménység is. Nem is tudom, mi az, hogy élő reménység. I'm just happy when somebody says, you know, there's hope. Elég, ha valaki, már annak is örülök, ha valaki azt mondja, hogy van remény. But Jesus comes and he says, there's living hope. De Jézus azt mondja, hogy van élő reménység. And as you have walked with the Lord, as you've studied the scriptures, you know that what the Bible means by hope and what the world means by hope are two different things. És hogy Istennel jártál, és az igét tanulmányozott, tudod, hogy amit a Biblia beszél a reménységről, és amit a világ gondol ez alatt a szó alatt, az nagyon eltérő. Right now, some of you guys are following the Champions League. Lehet, bajnokság. Valami a fiúk követik the a bajnokok ligáját. Yeah. Right? A fiúk igen. Mondtam a fiúknak. Yeah. That's why Donnie's up here. It's to help with the guy translation. Nekem fiúk elől, akik is segítik a férfias dolgokat. Tolmácsolni. And some of you say, is Barca gonna win? Kicsoda? Barcelona. Is Barcelona going to win? Barcelona fog nyerni? Guys, we're together on this. Are we Fiúk, ti velem vagytok vele. And one of you says, I hope so. És akkor valaki erre azt mondja, hát remélem ő nyer. Now you don't know what's going to happen. Persze nem tudod, hogy ki fog nyerni. It's a hope that has no certainties. Olyan reménység ez, amiben nincs semmi biztosíték. I hope. Hát remélem. Now, when the Bible speaks of hope, azonban amikor a Biblia beszél a reménységről, jump to verse 13 here of this chapter. Lapozzunk gyorsan a 13-as vershez ebben a fejezetben. In the middle of the verse, Peter says, "Rest your hope fully on the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ." Tehát az 1 Péter 1:13. Azt írja itt Péter, hogy teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Now this is not the same hope that is uncertain. This is a certainty. Ez nem egy bizonytalan reménység, ez egy teljesen biztos reménység. When Peter says rest your hope in the coming of Jesus Christ, this is a fact. Sazalik, it's happening. Amikor azt mondja Péter, hogy a bizalmatokat, reménységeteket Jézus visszajövetelébe vessétek, akkor ez egy teljesen biztos, 100%-ig biztos dolog. Hope in the Bible is something that is sure. Az igében fact. A reménység az mindig egy biztos tényről beszél, egy biztosan megtörténő valamiről. Another example is in Hebrews chapter 6, verse 11. Egy másik példa a zsidókhoz írt levélben, a 6-os fejezet 11-es. We desire each one of you to show the same earnestness in realizing the full assurance of hope to the end. De kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik. Your hope is solid. A reménységed az teljesen szilárd. Christians, when you hope in something that is fact. Ti keresztények tehát, amikor reménykedtek, akkor egy teljesen biztos, bizonyos dologba vetitek a reményeteket. But so far I've just talked about hope. I didn't talk about living hope yet. Eddig ugye csak a reménységről beszéltem, nem az élő reménységről. There's something even more peculiar about Christian hope. It's alive. Mert ezzel kapcsolatban van még egy különleges dolog a kereszténység a keresztények reménységével, hogy ő élő. Of course, when I think of living hope, you got to think of the opposite, dead hope. Ugye amikor élő reménységre gondolunk, akkor megfordul a fejünkbe, hogy mi az ellentétje, ugye a halott reménység. Just and you know, again, when I think of dead hope, I am reminded of the book of James where James says faith without works is dead. He speaks about a dead faith. Amikor halott reménységre gondolkodom, akkor Jakab leveléből az jut eszembe, amikor azt mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. And I think of this just a faith that is it's fruitless, it is barren, it produces nothing. Arra gondolok, hogy a hit, amikor teljesen száraz és nincsenek gyümölcsei. So then the opposite is a living
faith, a living hope. És ennek az ellentétje az élő hit, az élő reménység. It is full of life and power. Tele van élettel és ereje van. Hebrews 4:12, the word of God is alive and powerful. A zsidókhoz írt levél 4:12, hogy Isten igéje élő és ható. This idea of something that is alive is that something that has power. Amikor arra gondolunk, hogy valami élő, akkor rögtön arra is gondolunk, hogy van ereje, van hatalma. The hope that you and I have, we have because of the resurrection of Jesus Christ. Ez a reménység, az élő reménységünk, amink van, az Jézus Krisztus feltámadása miatt lehet. Our hope is fueled by the resurrection. A mi reménységünket a feltámadás táplálja. Because Jesus is alive. Mert Jézus él. Our hope is not just hope, but it's a hope that is alive. It is rich with power. A mi hitünkben a reménység nem csak reménység, hanem élő reménység. Tele van erővel és hatalommal. Do you understand? Értitek? The promises of God, the Bible says, are yes and amen in Christ Jesus. Isten ígéretei a Bibliában. Azt mondja az ige, hogy igenek és ámenek Krisztusban. God is for you. Isten veled van. Not against you. Nem ellened. You have a living hope that exists because Jesus rose from the dead. Olyan élő reménységed van, ami azért lehetséges, mert Jézus feltámadt a halálból. That same power we're told that raised Jesus from the dead lives and resides in you. És ugyanaz a lélek, amely feltámasztotta Jézust a halálból, lakozik most bennünk. You have power. Hatalmatok van. Power over sin, power over temptation, power to live victoriously. Hatalmatok van az a bűn felett, a kísértés felett, hogy hatalmatok van arra, hogy győzedelmesen éljetek. This new life that we have in Christ is rich with a powerful hope. A mi életünk, ami Krisztusban van, az új reménységünk telve van élettel. Don't we all, you know, as you live life, you get worn down by promises that are not kept. Ahogy éljük az életünket, sokszor elfáradunk abba, hogy megkapunk ígéreteket, de azokat soha nem töltik be. You know, you kind of get used to people saying things that they won't do. Megszokjuk szinte, hogy az emberek mondanak dolgokat, aztán úgyse teszik meg azt. And you know, you kind of get tired of yourself making promises you don't keep. És persze egy idő után te is belefáradsz, hogy te ígérgetsz dolgokat, aztán úgyse teszed meg. God has never broken one of his promises. Isten soha nem szegte meg semmilyen ígéretét. I mean, think about it. This is a big one. Ez azért egy nagy dolog itt. Jesus looked at his disciples in the eye and said, I'm going to die and I'm going to rise again. Jézus szemében nézett a tanítványoknak, és azt mondta, hogy én meg fogok halni, és utána feltámadok. Now that's a big promise. Ez azért elég nagy ígéret. What's bigger is that he kept it. A nagyobb annél még csak, már csak az, hogy meg is tartotta. I mean, 3 days later, listen, these guys were never the same. 3 nappal később, ezek az emberek már soha nem voltak ugyanolyanok. Do you understand that life changed because Jesus rose from the dead? Értitek, hogy az élet örökre megváltozott azzal, hogy Jézus feltámadt a halálból. They were no longer fishermen. Ők már többé nem halászemberek voltak. They were no longer tax collectors. És nem vámszedők. They were no longer zealots. És nem voltak ilyen nagy zelóták. They were witnesses to the power of God to raise man from the dead. Hanem bizonyságtevőik lettek Istennek, akinek hatalma van arra, hogy feltámassza halottat. These men, these women, this early group would lay down their lives for that one truth. Ezek a férfiak és nők akkor, ott, abban az időben az egész életüket odaszánták ezért az egy igazságért. Paul the apostle would say in 1 Corinthians that without the resurrection we are the most pitiable of all people. Pál azt írja a korintusiakhoz írt első levélben, hogy mi keresztények a feltámadás nélkül a legsajnálatra méltóbbak vagyunk. But because of the resurrection, our faith is verified, it's sealed. De a feltámadás miatt a mi hitünk is le lett pecsételve és igazolt lett. How many Christians gave up their life because they could not deny the resurrection? Hány keresztény adta fel az életét, mert egyszerűen nem voltak hajlandók megtagadni a feltámadás igazságát. Men who just days before were cowering in their rooms
hoping nobody would find them. Olyan férfiak, akik előtte pár nappal ott bujkálnak a felső szobába, reménykedve, hogy senki nem találja meg őket. And then they saw Jesus. Aztán meglátják Jézust. He kept the promise that he had made to them. És ő megígért, betöltötte az ígéretét. He said, "I'll rise again." Megígérte nekik, hogy fel fogok támadni. And there he was, in the flesh. They could touch him. They could see him. He cooked for them. Ott volt, testben, megérinthették, látták őt, még főzött is nekik. I mean, their lives were changed. Az életük megváltozott. What about yours? És mi van a te életeddel? What changes the resurrection brought to your life? A feltámadás milyen változást hozott a te életedbe? This is our hope. It is a living hope because it is built upon the resurrection of Jesus. Ez egy élő reménység, valós reménység, mert az egész Jézus feltámadásán alapszik. He'll never make a promise he doesn't keep. Ő soha nem tesz olyan ígéretet, amit aztán ne tartana be. And one of those promises that you and I are waiting for. És az egyik ígéret, amelyikre mindannyian várunk. Is when Jesus said, "I go to prepare a place for you." Az, amikor Jézus megígérte nekünk, hogy előre megyek és helyet készítek neked. We haven't seen that just yet, have we? Ezt még azért nem láttuk, ugye? This isn't it. Budapest is not it. Budapest itt ez még nem a hely. There's something more. Valami több. We're waiting. Még várjuk azt. And he is preparing. És azt készíti nekünk. And it's this inheritance that you and I have in this new birth. És ez az örökségünk, ami ott van elrejtve az újjászületésünkben. This new birth according to God's great mercy. Az újjászületésünk Isten nagy irgalma szerint. Producing living hope. Ami élő reménységet vált ki bennünk. Fueled by the resurrection of Jesus Christ. Amit Jézus Krisztus feltámadása táplál. There is also an inheritance. Ebben reménység, ebben örökségünk is van. Now, I think what is the most significant about Peter's description of this inheritance? És szerintem a legfontosabb dolog, ahogy Péter leírja ezt az örökséget. Is what he does not say. Az igazából az, hogy mit nem mond. Peter here describes our inheritance in negative terms. Péter a mi örökségünket ilyen negatívban elmondva írja le. He says it cannot die. Azt írja, hogy nem halhat meg. It cannot spoil. Ez hervadhatatlan. And it cannot fade away. És nem tud elmúlni sem. Peter doesn't describe what it is, he describes what it is not. Péter tehát nem úgy írja le ezt az örökséget, hogy mi az, hanem hogy mi nem, milyen nem. Why? Miért? Let me suggest to you, it's because words could not describe what it is. Szerintem én azt gondolom talán, hogy azért, mert a szavak nem elegek, hogy leírja ezt. The Apostle Paul had the same problem in the book of 2 Corinthians. 2 Korintusban Pál ugyanebben a problémába ütközik. He said this, he says, "I know a man, whether in the body or out of the body, I do not know." És mondja, hogy ismerek egy férfit, akár testben, akár nem, mindegy. But he was taken up into the heaven of heavens. De felvétetett a mennybe. And he witnessed things that cannot be described. És oly dolgokat látott, amit nem lehet leírni. Paul saw heaven. Pál látta a mennyet. And he came back. Visszajött. And he said, "I do not know what words to use." És azt mondja, nem ismerem a szavakat, amikkel le tudnám ezt írni. Now Paul's a preacher. Preachers always have words. Pál tanító, prédikátor, nekik mindig vannak szavaik. We always have something to say. A prédikátoroknak mindig van elég szava. I mean, in the book of Acts, Paul preached until midnight. A guy fell out and died. Szóval azt látjuk, hogy Pál éjfélig tanított, beszélt, prédikált, olyannyira, hogy valaki már végül lehanyatlott és meghalt. Died. Paul says, "Hold on, take a second break. Everybody say hello to each other." He goes down, raises the guy from the dead, continues the Bible study. És akkor azt mondja Pál, hogy még egyszer egy kis szünet, újra köszönjétek egymást egy pillanatig. Lement, feltámasztotta az illetőt és folytatta a Biblia órát. I mean, Paul always had something to say. Pálnak mindig volt mondani valója, ez a lényeg. Until he saw heaven. Addig, amíg meg nem látta szemtől szembe mennyet. And he had no words. És erre már nem voltak szavai. The man whose Greek writings are some of the most eloquent writings we have. Az annak az embernek, akinek a görög nyelvű írásai a legékes szólóbbak, amiket ismerünk. Taught in universities all over the world just for their style. Ezeket az írásait Pálnak világszert az egyetemeken tanítják, mert olyan stílusa van. Beautiful works. Annyira szép munkák ezek. He had no words. Itt elakad a szava. He was speechless. És szótlan.
Peter here describing our inheritance, he says, well, I can tell you what it's not, but I cannot describe what it is. Péter, ahogy próbálja leírni az örökségünket is, azt nem tudja szavakba foglalni, inkább azt mondja el, hogy milyen nem, mi nem. If you have little kids, ha vannak kisgyermekeitek, you might remember what it's like Christmas morning. Akkor biztos tudjátok, milyen a karácsony este. They run down, you know, they see presents. Látják az ajándékokat. And words fail them. És a szavak, amikor az kibontják, egyszerűen elakad a szavuk. They usually can only get out a couple words. Csak pár szót mommy, tudnak mommy, kinyögni. Mommy, 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 dad, mama, mommy, anya, daddy, apa. Mommy, dad. Ah, you know, I mean, you didn't translate that very ah. well. Just kidding. Torturing poor Christina. But you know, they're... And you know, parents know, they translate those words into thank you. És a szülők értelmezik ezeket a szavakat, és tudják, hogy ez azt jelenti, hogy köszönöm. That gasping, that... Az a sokkolódó hang, amit a gyerekek kiadnak, az örömjele, és a köszöneté. When the heart stopped beating for, you know, one... That's, we know what that means. A szívük, amikor megállt egy pillanatra, és nem dobogott, na tudjuk, hogy ez mit jelent. Words fail. A szavak, na nincsenek erre szavaik. I wonder when we get to heaven. Milyen lehet majd az, amikor mi a mennybe kerülünk? When we take in our first breath, what will our words be? Amikor ott belélegezzük az első lélegzetünket, milyen szavakat tudunk majd kimondani? Wow, I don't think so. Hogy húha, hát nem hiszem. Húha, szerintem nem. I don't know what we'll say. Nem tudom, mit fogunk mondani. What will our the first smells of heaven be? Milyen lesz az illata, az első illat, amit megérzünk a mennyben? What will our first sight be? Mi lesz az első kép, amit látunk? I don't know. Nem tudom. I know it's indescribable. De azt tudom, hogy leírhatatlan. You see, when something's that good, you can't describe it. Amikor valami ennyire jó, akkor ezt nem lehet leírni. This is our living hope. It's an inheritance that is so great it cannot be described. Ez a mi élő reménységünk, valami annyira hatalmas örökség, olyan csodálatos, amit szavakkal nem is tudunk leírni. It cannot die. És ez nem halhat meg. Isn't that great? Ez nem tud elhervadni, és ez szuper. I mean, this is a fact. Everybody in this room is going to die someday. It's not a nice fact, but it is a fact. Ez tény, nem egy jó tény, de hát tudjuk, hogy mindannyian ebben a teremben egy napon meghalunk majd. Someday we're going to die. Egy napon meghalunk. But the hope, the inheritance does not die. De a reménységünk, az örökségünk az nem hal meg velünk. When your body stops, your spirit goes to be with the Lord forever. Amikor a te tested leáll, a te lelked tovább lép, és örökre Istennel lesz. This hope, it's a living hope. Ez a reménység, ez egy élő reménység. This inheritance that we have in Christ Jesus supersedes death. Ez az örökségünk. Transcends death. Ami Krisztusban a miénk, ez teljesen felülmúlja és túlmutat a halálon. It is also, Peter says here, it's sin proof. It's undefiled. És azt mondja Péter, úgy is írja, hogy minden bűntől mentes, hogy szeplőtelen. It cannot be spoiled, you know. It és doesn't go bad. Nem lehet, nem romlik meg, nem évül el. You know, the truth of the matter is that Christians still sin. A tény az, hogy a keresztények még mindig vétkeznek. We have been forgiven. Megbocsátattunk. Spirit of God dwells within us. Isten lelke lakozik bennünk. The Lord is convicting us of sin and we are repenting and we're being washed and cleansed, but yet we do still sin. Isten lelke rámutat a bűneinkre, mi azokat megvalljuk, ő megtisztít, de hát ettől még vétkezünk újra meg újra. And I've spoken with many of you and you struggle with the idea of God loving you because you still sin. És sokatokkal beszélve hallom ezt, hogy küzdöttök azzal, hogy Isten szeret akkor is, amikor így vétkezünk. Oh, God can't love me still. Hogy azt mondjátok, hogy hát Isten így már nem szerethet. I've crossed a line. Átléptem már egy olyan határt. The Bible says he did not spare his own son. Az ige azt írja, hogy a saját fiát nem kímélte. He gave everything for you. Mindent odaadott érted. And that inheritance that he is preparing for you, sin will not spoil that. És ez az örökség, amit ő készít számodra, ez sem tudja a bűn elrontani. If you are in Christ, you are forgiven. Ha te Krisztusban vagy, akkor meg vagy bocsátva. I love when someone will come and say, oh, I just don't think God loves me anymore. És amikor I love to say. Szeretem azt mondani, amikor valaki jön és azt mondja, hogy olyan bűnös vagyok, és Isten már biztos nem szeret. You're wrong.
hogy nagyon tévedsz. God still loves you. Isten még szeret. His love never waned. Mert az ő szeretete soha nem ingott meg. It's as sure as the promises of God. Annyira biztosan áll, mint Isten ígéretei. It's a living hope that we have. Élő reménységünk van. Because of the resurrection of Jesus Christ. Jézus Krisztus feltámadása miatt. God has not changed his mind about you. Isten nem gondolta meg magát veled kapcsolatban. And he never will. És soha nem is fogja. He sees your beginning and he sees your end. Látja a kezdetedet és látja a végedet. And he's not surprised. És semmi nem lepi meg. The truth is that we're surprised. A lényeg az, hogy az igazság az, hogy mi lepődünk meg. We shock ourselves. Mi magunkat sokkoljuk le. Well, I didn't think I could go that far down. Fú, hát nem hittem volna, hogy ilyen mélyre süllyedhetek. And we come back to the Lord and we say, "Oh God, forgive me." És akkor oda megyünk Istenhez és azt mondjuk, hogy Uram, bocsáss meg. And the abundant, the great mercy of God extends out to us and says, "You're forgiven." És Isten irgalma, az ő hatalmas irgalma kiárad felénk, és azt mondja, hogy meg vagy bocsátva. Sin will not spoil your inheritance in Christ. A bűn nem tudja elrontani az Istentől kapott örökségedet. And time will not ruin your inheritance. És ugyanúgy az idő sem fogja ezt elrontani. He says there in verse 4 that it is a inheritance that does not fade away. Azt mondja a 4-es versben, hogy hervadhatatlan ez az örökség. Did you ever have a hobby that is no longer one of your favorite things to do anymore today? Volt már olyan hobbitok, ami ma már annyira nem a kedvenc időtöltésetek? Oh, I'm really excited about it. And then, you know, a year later, oh, I can't believe I ever liked that. Hogy fú, annyira izgatott vagyok ezzel a dologgal kapcsolatban, aztán egy évvel később nem is érted, hogy mi vonzott ebben annyira. We get excited about something. Így nagyon bele tudunk lelkesedni dolgokba. But over time, our desires change. De idővel ezek a dolgok változnak bennünk, a vágyaink. Maybe I just described your relationship with Jesus. Lehet, hogy épp ezzel most inkább Jézussal való kapcsolatodat írtam. Oh, it was very exciting at the beginning. Hogy az elején olyan izgalmas volt. Wow, God, wow, his word, wow. Fú, Isten és Isten igéje. God is amazing. Hogy Isten olyan csodálatos. But you know, over time, well, you know, we just kind of settle into our Christianity. De idővel úgy belelaposodunk a kereszténységünkbe. I gotta be respectable now. Most már olyan tiszteletreméltóvá kell, hogy váljak. I can't have that same excitement forever. Hogy ez az állandóan nem lehetek ennyire izgatott. I had a friend who was told that. Egyik barátomnak mondták ezt. You'll lose that excitement soon. Hogy fú, most izgatott vagy, de hamar el fog múlni. Well, I'm happy to tell you he hasn't. Azért örömmel jelentem, hogy nem múlt el. The most joyful guy I've ever met. Az egyik he's been a Christian now like almost 20 years. Nagyon örömteli ember, és már majdnem 20 éve hívő. And his joy has not waned one bit. És az ő öröme egyáltalán nem ingott meg. Time does not need to hurt your love for Jesus. Az idő nem kell, hogy így bántsa az Istennel, Isten iránti szereteted és örömöd. And if it has, let me give you some good news. It hasn't changed God's mind. Azért, ha mégis így lenne, hogy már változott az iránta való lelkesedésed, azt elmondanám, hogy Istené feléd nem. Oh, it's been 5 years and the Lord says, well, you know, I'm kind of over that person now. 5 év eltelt, és Isten úgy dönt, hogy hát egy kicsit most már, jó van, már 5 éve ismerem, most már túl vagyok rajta. It was fun for a while. Egy ideig olyan jó móka volt. It was exciting, but you know, time to move on. Izgalmas volt meg minden, de most már tovább lépünk. Oh, aren't you glad God does not say those words? Azért hálásak vagytok, nem, hogy Isten ilyeneket nem mond. He's committed to you. Oda szánta magát, hogy feléd. To the end. Egészen a végéig. And then beyond. És azon túl. There's no end for the Lord. Az Istennek nincsen vége. The inheritance that he has promised you has no limit, has no time limitations. Az örökség, amit számodra ígért, az nem időkorláthoz kötött. No 3-day return policy. Nincs 3 napos visszacsere akció. It's good forever. Örökre jó lesz. God is faithful to you. Isten hűséges hozzánk. That's his abundant mercy. Ez az ő végtelen, hatalmas irgalma. That's the new life that you have in Christ. Ez a te új életed, ami Krisztusban a tiéd. That's the new hope. Ez az új reménység. That's the inheritance that God has promised to you. Ez az örökség, amit Isten megígér nekünk. This is what makes... Listen, do you understand that it is today that marks us as being different from every other religion in the world. Értitek, hogy a mai nap tesz bennünket teljesen mássá minden más vallástól. When we close our eyes and say, "Dear God." Amikor becsukjuk a szemünket és azt mondjuk, hogy drága Istenem. We're actually talking to someone. Valakivel beszélgetünk.
That's what makes our faith different than any other faith in the world. És ez teszi a mi hitünket teljesen mássá minden más vallástól. Living hope because we serve a living God. Élő hitünk van, mert élő Istent szolgálunk. When your faith is about the traditions and the deadness of, you know, I just got to go through the routines, you lost something. Hogyha a te hited már csak a rutinról szól, a tradícióról, hogy mit hogyan kell csinálni, akkor valamit elveszítettél. May that never happen to you or to me. És ez soha ne történjen veled vagy velem. We're going to take communion. Most úrvacsorát fogunk venni. And you know, normally when we think of communion, we think primarily of the death of Jesus. Amikor úrvacsorát veszünk, általában inkább mindig az ő halálára gondolunk. And that is right. Jesus said, as often as you gather, do this in remembrance of me. Remember my body that was broken, remember my blood that was shed. És ez igaz, hisz Jézus mondta, ezt így adta nekünk, ezt az úrvacsorát, hogy amikor erre gondoltok, akkor emlékezzetek az én megtört testemre, a kiontott véremre. Communion is also about his life. De az úrvacsora az ő életéről is szól. It's for you Christians. És ez számotokra van, keresztények. If you are born again. Ha újjászülettél. If you have new birth. Now let me describe that. És újjászülettél. És nagyon egyszerűen ezt el fogom magyarázni, hogy ez kire igaz. If you have asked Jesus Christ into your life. Ha te behívtad Jézus Krisztust az életedbe. If there was a moment when you said, God, forgive me of my sins and come into my life. Ha volt egy olyan pillanat az életedben, amikor azt mondtad, hogy Istenem, bocsásd meg a vétkeimet, és gyere be az életembe. You are born again. Akkor újjászülettél. If you are not sure you did that or have not done that, you are not born again. Ha nem biztos vagy, nem vagy benne biztos, hogy ezt megtetted, vagy tudod, hogy nem tetted meg, akkor nem születtél még újjá. It's that simple. Now. Ennyire egyszerű a dolog. Who can take communion here? Ki vehet itt nálunk úrvacsorát? Maybe you say, gosh, this isn't my church, I'm just visiting. Hogy fú, hát ez nem az én hely gyülekezetem, én csak itt látogatóba vagyok. You know, when Jesus instituted communion, he didn't think about churches. Amikor Jézus bevezette, vagy nekünk adta ezt az úrvacsora vételét, Jesus, akkor nem gyülekezetekbe gondolkodott. He didn't say, as often as you Baptists gather in a Baptist church. Hogy ti baptisták, ahányszor összegyűltök, akkor ti vegyétek. As often as you Reformed gather in a Reformed church. Vagy ti, amikor reformátusok a református gyülekezetbe ott vagytok, akkor ezt vegyétek. If you're born again. Hanem ha újjászülettetek. You are welcome to take communion. Akkor gyertek és vegyetek úrvacsorát. If you are not born again. Ha nem születtél újjá. Please, as the elements come by, just let it go by you. Hogyha ez, ahogy körbevisszük az úrvacsora elemeit, akkor nem kell vegyetek belőle. It may seem like such a simple, trite thing to take bread in a cup. Lehet, hogy olyan nagyon egyszerű dolognak tűnik, hogy veszünk egy kis darab kenyeret, meg egy kis pohárban gyümölcslét, és ebben mi olyan nagy dolog? Well, according to the Bible, it's a very big deal. A Biblia alapján ez komoly see, dolog. If you're not a Christian, and you take communion, that's hypocrisy. Mert ha nem vagy hívő, és úgy veszel úrvacsorát, az képmutatás. Because in taking the bread, I'm saying I believe in the body of Jesus broken for me. Mert azzal, hogy veszem a kenyeret, azt mondom, azt vallom, hogy én hiszem és vallom Jézus testét, ami megtöretett az én bűneimért. When I drink the cup, I am saying I believe in the blood of Jesus to cover my sin. És amikor veszem a poharat, azt mondom, hogy én hiszek Jézus vérében, ami megtisztít engem a bűneimtől. But if you don't believe that, then to eat and drink that it's wrong. Tehát ha ezt nem vallod, vagy nem hiszed, akkor ha veszed az úrvacsorát, az nem jó. Just let it go by you. Úgyhogy csak hagyjátok, nem kell vegyetek. No judgment upon you. Senki nem ítél meg. If you're a Christian and you say, man, I've really been struggling, I don't think I should take communion. Ha keresztény vagy, és azt gondolod, hogy olyan sok küzdelmed volt mostanában, nem hiszem, hogy úrvacsorát kéne vennem. You just need to take two. Akkor inkább vegyél kettőt. Take three. Vagy hármat. You know, adagot. You real strugglers just start, you know, just keep a tray for yourself. Ha nagyon nagy küzdelmeid vannak, csak tarts meg egy tálcát, meg egy kosarat. Get your own tray. Legyen az a tiéd. No. Nem. Listen, this is the time. This is when we remember, yes, we're guilty, yes, we've sinned, but yes, there's forgiveness. Hisz pont ez a lényeg, hogy ilyenkor emlékezünk arra, hogy igen, bűnösök vagyunk, igen, vétkeztünk, de van megbocsátás, van irgalom. Let me go a step further. It's easy for us to become very religious in taking communion. Hadd mondjam azt is, hogy néha nagyon könnyen leszünk vallásoskodóak az úrvacsora vételével kapcsolatban. But listen, there's power this morning as well. De ebben is szintén erő van ma reggel. Not just tradition, but power. Erő life. Van. Élet. Nem csak tradíció ez. Living hope. Élő reménység. That the forgiveness of God
through the death of Jesus Christ will produce life in you today. Hogy Isten megbocsátása Jézus Krisztus halála által benned életet fog hozni. We're going to worship. Dicsőíteni fogunk. His death, but also his resurrection. Az ő halálát és az ő feltámadását. We're going to pass out the elements, keep it until the end, and we'll partake together. Kiosztjuk az úrvacsora elemeit, azt tartsátok meg, és majd együtt vesszük. Semmim sem volt nekem, amíg nem jöttél, Istenem. Most megvan végre mindenem, gazdaggá tett a kegyelem. Semmi sem volt nekem, amíg nem jöttél, Istenem. Most megvan végre mindenem, mert gazdaggá tett a kegyelem. Mert kegyelmedből nekem adtad magad, szemtől szembe láthatlak. Mert kegyelmedből lettem gyermeked, a kegyelmet köszönöm neked, a kegyelmet köszönöm neked. Semmi sem volt nekem, amíg nem jöttél, Istenem. Most megvan végre mindenem, mert gazdaggá tett a kegyelem. Mert kegyelmedből nekem adtad magad, most szemtől szembe láthatlak. Mert kegyelmedből lettem gyermeked, a kegyelmet köszönöm neked. Köszönöm kegyelmedből nekem adtad magad, most szemtől szembe láthatlak. Mert kegyelmedből lettem gyermeked, a kegyelmet köszönöm neked. Most szemtől szembe láthatlak, mert kegyelmedből lettem gyermeked, a kegyelmet köszönöm neked. Köszönöm neked, kegyelmet köszönöm neked. Köszönöm neked.
köszönöm neked, köszönöm neked. Köszönöm neked. As we are holding the elements of communion, ahogy tartjuk az úrvacsora elemeit, in a spirit of prayer and worship, a dicsőítés, az imádság lelkületében, I want to ask if there is anyone here this morning who has not yet given their life to Jesus. Szeretném megkérdezni, hogy van-e itt valaki ma reggel, aki még nem adta oda az életét Jézusnak? You've heard, you know what new life is, but you have yet to have made that commitment yourself. Hallod és érted, hogy mit jelent az új élet, az új reménység, de még ezt nem tetted meg, nem léptél, és még ez. The Bible says today is the day of salvation. Ez ige azt mondja, hogy a mai nap az üdvösség napja. God loves you. És Isten szeret téged. And these moments don't come that often. És az ilyen pillanatok nem olyan gyakran jönnek. And if you're here this morning and you would like to give your life to Jesus, ha itt vagy, és szeretnéd odaszánni az életedet Jézusnak, to know that you're forgiven, és hogy tudhassd azt, hogy megbocsátott neked, that you have that new hope, hogy ott van ez az új reménység már new az életedben, az új élet, and a sure inheritance, és ez a biztos örökség. If that's you this morning, would you lift up your hand? I'm going to pray for you. Ha ez te vagy, akkor megkérném, hogy emeld fel a kezedet, és imádkozni fogok érted. Amen. Amen. Anybody else? Van még bárki más? Amen. Yep, saw your hand. Anybody else? Bárki más. Amen. Amen. You don't raise your hand to me, it's to the Lord. Nem nekünk emelitek fel a kezeteket, hanem Istennek. It's not your hand God wants, it's your heart. És nem a kezedet akarja Isten, hanem a szívedet. Anybody else? Bárki más. What a great day to become a Christian. Milyen nagy nap, hogy ma keresztényé válni. Anybody else? Van még valaki más? Father, I want to pray for the folks that raised their hands. Uram, szeretnék imádkozni azokért az emberekért, akik felemelték a kezüket. Lord, I believe that you've already touched them. Hiszem, hogy te már megérintetted őket. When they said yes, I want my sins forgiven. Yes, I invite Jesus to come into my life. Amikor azt mondják, hogy igen, szeretném, hogy megbocsásd a bűneimet, és igen, szeretném, hogy Jézus belépjen az életemben. Lord, I believe that you have transferred them, as the word says, from darkness into light. Uram, hiszem, hogy te ezzel őket a sötétségből a világosságra viszed. From death to life. A halálból az életre. From hopelessness to a confident assurance. És a reménytelenségből egy biztos bizonyosságra. Lord, what a great day to give our hearts to you. Micsoda nap ez a mai, hogy odaadhatjuk az életünket. The day that you rose from the dead is the day that we would also rise from death. Amikor azon a napon, amikor te is feltámadtál a halálból, hogy mi is aznap támadunk fel a halálból. Lord, bless our new sister and new brothers. Uram, kérlek, áld meg az új testvéreinket. Jesus, we hold in our hands the symbol of your love for us. Uram, és Jézusak, te szeretetednek a jeleit tartjuk a kezünkbe. Thank you for your forgiveness. Köszönjük a megbocsátást. We remember you today, Lord. Ma is rád emlékezünk. In death and in life. A halálodban és a feltámadásodban. Let's partake together. Vegyünk együtt úrvacsorát. Áldozatodra gondolok, meghaltál értem a Golgotán. Te mindig vársz, hátat soha nem fordítanád, most újra itt vagyok. Most újra itt vagyok. Véredért nem folytott fent a keresztvár,
Álljunk fel és dicsérjük Isten. Ünnepeimet feltámad. Ünnepelj, jöjj hát ünnepelj. Feltámad, és ő él, örökké.
celebrate, for he is risen. He is risen. He is risen. And he lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. Tette szíven, újját tette szíven, vére erejt engem, elhiszem, elhiszem. Bűntől szabad vagyok, ő már meggyógyított, elhiszem. Lobogjon, legyőzte a sír, mert ő legyőzte a sír, mert váltó él, mert váltó él, mert váltó él, mert váltó él. Újjárt vagyok, ő már meggyógyított, elhiszem, elhiszem. Zászlón lobogjon, mert ő legyőzte a sír, mert váltó még, mert váltó még. Táncolok, míg eljön majd királyságot hamar. My Redeemer lives. 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 Megváltó él, megváltó él, megváltó él, megváltó él.
Okay, so now go live that your Redeemer lives. Most pedig éljétek is meg, hogy a megváltotok él. Anybody can sing it in church. Gyülekezetben mindenki tud énekelni. But Christians, we go live it outside. De mi keresztények valóban meg is éljük ezt, ugye? Okay, now for us here, the party continues next week as well. Nálunk itt a buli folytatódik jövő héten. Party crazy. Mi nagyon szeretjük a bulikat. Because next week is the 15th anniversary of this church. Mert jövő héten fogjuk ünnepelni ennek a gyülekezetnek a 15. évfordulóját. Hihetetlen, nem? Some of you weren't even born. Még valakit meg se született akkor. So we're going to have another celebration next week. We're going to look back on what the Lord has done. Have some, yeah. Jövő héten tehát ünnepelni fogunk, mert visszanézünk, hogy mi minden történt. Have a great Easter. Legyen nagyon jó ez a húsvét számotokra. Isten áldja.